Hello, sziasztok, én Jay-Z vagyok. Én pedig Spiller. Hát ismét itt vagyunk, és hát mai alanyunk nem más lesz, mint... A Predator a ragadozó. Hát 8 évet kellett várni erre a részre, amikor 2010-ben bemutatták Altal Nipron rendezésében a trilógia úgymond befejező részét, amit akkor annak szántak. Hát senki nem gondolta volna, hogy lesz utána még Predator film, de hát 8 évvel később ezt megkaptuk. Ugye 2015-ben jelentették be, hogy Shane Black rendezésében, aki az első részt is vezényelt Arnold Schwarzenegger főszereplésével, ő készíti el a következő felvonását ennek a franchise-nak. Ugye Schwarzi nélkül. Hát így van, így van. Hát azt ugye Terminátor 6 forgatására hivatkozva azt mondták, hogy az miatt nem vállalta el ezt a filmet, de én azt gondolom, hogy egy cameo szerepe azért lehetett volna. De hát nézzük, Schwarzi nélkül milyen volt a film. Hát ez összetett, mert az előzetes alapján, most jó, nem ebbe a csapdába esünk megint, de az előzetes alapján én azt gondoltam, hogy egy jó kis kellemes akciódús film lesz, és hát nekem elég nagy csalódás volt a film. És nem volt neked kellemes akciódús a film? Az akciók rendben voltak, de ez a történet, amit így köréje kerítettek, ez a szedetvedett banda itt moziból kijövet beszélgettük, és így kezdték meggyőzni arról, hogy tényleg ez is kellett bele, meg hát ez is jó volt benne, ez is jó volt benne, tehát ugye végére én szerintem fejembe így összeálltak a dolgok. Igen, meg hát végülis a játékidő sem volt se túl rövid, se túl hosszú, folyamatosan történtek a dolgok, nem volt benne üres járat, nem volt vontatott, mindig pörögtek az események, és hát ugye egy-egy visszautalást kaptunk az előző részekre is. Az, hogy amit mondtak róla, hogy túl véres, meg túl durva, én azt nem mondanám, mert egyrészt a Predátornak ilyennek kell lennie. Másrészt meg ennyi durva rész, hogyha ez annyira durvának mondható ezen a filmen belül, ennyi durva rész az előző háromban is volt. Az, amit említettél, ez a humoros vonal, azt mondjuk egy kicsit én is feleslegesnek találtam, de legalább nagy része azért tudott működni, azért tudott rajta az ember mosolyogni a poénokon, de azért ezt nem gondolnám, hogy ilyen életveszélyes helyzetekben hát az embernek lenne kedve így hülyéskedni, mint az ilyen filmekben, mert úgy látom, hogy most már a szuperhősös filmek után már az ilyen komolyabb filmek is, Predator, lehet még az Alien is kezdenek átmenni majd egy kicsikét ilyen vidámabb vonalba, tehát humorosabb vonalat fognak követni, és azért hát is furcsáltam ezt a humoros vonalat, azért is furcsáltam, mert az első három rész, főleg az első rész, azért az elég komoly volt a Schwarzeneggerrel, és főleg, hogy ugyanaz a rendező csinált egy humorosabb változatot, voltak olyan pillanatai a filmnek, mint hogyha egy kicsit önmaga paródiája lett volna. Igen, egy kicsit én is kapkodtam a fejemet, hát nálam az első befutó. Persze, persze, hát a Schwarzenegger és a klasszikus első rész az a igazi, de hát nem is akartuk, meg nem is gondoltuk, hogy ez annál jobban fog sikerülni. Senki nem is várta szerintem, hogy annál jobb lesz, de 8 év kihagyás után azért szerintem mindenkinek jól esett egy új Predator film. Hát igen, ugye most említed az időt, én szerintem most jól lát, megköveztek, de én szerintem még egy kicsit át kellett volna nézni ezt a forgatókönyvet, és még egy picit várni vele, hogy esetleg még itt-ott valami kis változtatással, hogy még ütősebb legyen, még jobb. Nekem viszont az is tetszett még a filmben, hogy az elejéből, tehát kapunk a dzsungelben is egy kis harcot, maga az egész, tehát a fő történeti szám mondjuk inkább a városban játszódik, meg hát azért kapunk úgymond egy-egy szeleteket idézelve a predátoroknak az űrhajójából is, és hát még ami érdekessége a filmnek, ugye ezek a predátorok is tudnak fejlődni. Igen, jó ötlet, tehát ez a 3 méteres bazin, hogy predátor. Emberi DNS-t használva már úgy mondta, hogy a filmben is említették, már kinőtték saját magukat, tehát ilyen megapredátorokká nőtték ki magukat. Amik ebben a negyedik részben történtek, főleg, hogy vége lett a filmnek, én szerintem még egy ötödik részt akartak ezzel felvezetni, vagy egy ötödik részre utalva, hogy majd egyszer az istán elkészül. Hát ugye, hogy vége lett, na nehogy számítunk egy következő részre. És mindig úgy vagyok vele, amikor ilyen régi franchise-okhoz nyúlnak, aminek az eredeti részei viszonylag régiek, hogy mindig, amikor új részt csinálnak belőle, mindig azt mondja az ember, hogy technikai rendben van, de hát történetileg az ember mindig a régebbieket szereti. Igen. És most ne azt mondjuk, hogy Schwarzenegger nem volt benne, mert akinek nem tetszett, nem hiszem, hogy csak azért nem tetszett neki, mert ő benne lett volna. Ha ő benne lett volna, akkor se lett volna sokkal másabb a forgatókönyv, a humoros szál ugyanúgy megmaradt volna, de az biztos, hogy azért a jelenetek megvoltak úgy, ahogy csinálva, tehát Lifeline-ba nem lehet belekötni. És humor is mondom, működött, és jó volt. Schwarzenegger nélkül is működött ez a dolog, hiszen Schwarzenegger a 2 meg a 3-ba sem volt már benne. De hát ugye annyira nagy körítést adtak már ennek, hogy Schwarzenegger így meg úgy meg benne lesz, meg nem lesz benne, meg cameo jelenet, hogy ha ennyire még benne lett volna a trilógiában, akkor azt mondtam volna, hogy jó, hát akkor már ne hagyják ki 4-ből meg az 5-ből se, de ugye neki a története úgymond az első résszel véget ért. Mindegyik rész ugye egy kicsit másról szól, bele akarta tenni a rendező, de ő ezt nem vállalta.
de bízunk benne, hogy az ötödik részben benne lesz, és azt gondolom, ha minimum ilyen jó lesz, mint ez, akcióban, látványban, akkor nekem is egy kicsit jobban fog tetszeni legközelebbre. Hamarosan jövünk, sziasztok! Hello, sziasztok! Predator, a ragadozó.